Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és üdvözlök mindenkit a Dinamikus szigeteken, ami alapvetően egy megosztó hely. Van, akinek tetszik, van, akinek nem, de ami biztos, hogy nagyon-nagyon drága ide eljutni, és erre két lehetőséged van jelenleg, az iPhone 14 Pro és az iPhone 14 Pro Max. Viccet félretéve, az Apple szeptember 7-én mutatta be az új iPhone-okat, a 14-ekről majd külön videó lesz a csatornán, hát ha esetleg addig rájövök, hogy az Apple mit gondolt, amikor új generáció ugyanánt piacra dobta ezt, viszont a mai videóban az iPhone 14 Pro lesz a középpontban, az új kamerák, az új processzor és a kapszula a kijelző tetején, ami meg kell hagyni, ötletes. Az új iPhone-ok egy összegben eléggé zsebbenyúlósak, viszont az iStyle egyedülálló Easy Upgrade csereprogramjával az iPhone 14-et már havi 15.500 forinttól, az iPhone 14 Pro-t pedig 21.400 forinttól hazaviheted. Végösszegben kedvezőbb, és 12 vagy 24 hónap után egyből válthatsz az újabb modellre, az aktuális készülékedet pedig visszavásárolják, ráadásul az iStyle a régi készülékedet is beszámítja, ezzel is csökkentve a havi díjat. Hogyha érdekelnek a részletek, akkor link a videó leírásában. Két dolog miatt nagyon szeretem az Apple termékbemutatóit. Egyrészt ők oldották meg a leglátványosabb módon az online termékbejelentéseket, ehhez kétség sem fér. Másrészt imádom nézni, ahogy a bejelentés után jönnek a mémek, mindenki nagyítóval keresi a hibákat a készülékekben. Például ott van a kamera zörgéses baki, ami amúgy a Snapchat, a TikTok és az Insta fejlesztőinek a hibája, hogy nem optimalizálták az appot az új főkamerára, illetve vagy az van, hogy ezt a funkciót androidos mobilok már 3 milliárd éve tudják, vagy éppenséggel fordítva, már a megjelenést követő napokban jönnek a videók, hogy Xiaomi-n, illetve Samsungon is lefejlesztették az interaktív kamera területet. Akár jónak tartod a terméket, akár nem, az Apple termékbejelentései mindig nagy eseménynek számítanak. Hogyha rátérünk az iPhone 14 Pro-ra, a doboz tartalmilag nem fog semmi újdonsággal szolgálni, a telefon mellé az USB-C Lightning kábel továbbra is jár, töltőfej továbbra sem jár, ezen felül némi papír, Apple matrica és szintű. A szokásos. Az iPhone 14 Pro-t én ebben az új astrofekete színben választottam, ami láthatóan sötétebb, mint az iPhone 13 Pro Astro szürkéje, de nem csak a hátlap, hanem a keret is sötétebb, konkrétan fekete lett, amin a maszatok is kevésbé látszanak meg. Ezen felül van ezüst, arany és mély lila szín, angolul Deep Purple, ami valljuk be elég királynév, és egyébként a szín is szép. Az iPhone 14 Pro külsőre az új színeken kívül 2 grammal súlyban és pár tized milliméterrel magasságban és vastagságban változott, a kamerasziget pedig pont annyival lett nagyobb, hogy az iPhone 13 Pro tokokat ne tud vele használni. Az IP68-as védelem, a rozsdamentes acélkeret és a kiváló sztereó hangzás továbbra is adott. Beszéljünk most inkább arról, ami változott. A notch most már egy kapszulaformájú kivágássá avanzsált, amit angolul Dynamic Islandnek hívnak. Hivatalosan nem fordították le magyarra, de valljuk be, a videó elején elhintett poént leszámítva, a dinamikus sziget elnevezés elég bénán hangzik, de az ötlet az zseniális. Ez a kapszula két részre osztható, ami direkt napsütésben kiválóan látszik is, az előlapi kamerára, illetve a Face ID hardware-re. Közöttük szimplán kijelző van, de az Apple ezt kitöltötte feketével, hogy egységes legyen. Erre a kis részre került át a kamera és a mikrofon használatot jelző LED, illetve csomó állapotváltozást és háttértevékenységet itt fog jelezni a telefon. Ugye a kamerajuk már nagyon régóta van a telefonokban, de az Apple-nek jutott először eszébe, hogy ha már van, akkor használjuk is ki. Például itt jelzi, hogyha feloldottad a telefont, hogyha valami Face ID autentikációt kér, hogyha némításról csengőre állítod, ha csatlakoztatod az AirPodsod, vagy a töltőt, ha hívás érkezik, akkor az innen indul ki, ha pedig olyan alkalmazást használsz, ami támogatja a Dynamic Islandet, akkor a háttértevékenység itt fog megjelenni, illetve ha bezárod az appot, akkor az animáció is olyan, minthogyha magába szippantaná. Ezen felül, hogyha két támogatott alkalmazást veszel elő, akkor a sziget ketté válik, és mindkettővel tudsz interaktálni, hogyha hosszan nyomsz rá, akkor felugró ablakként jön elő, ha pedig röviden, akkor egyből megnyitod az alkalmazást.
Itt láthatsz a képernyőn egy listát, hogy melyek azok az alkalmazások, amiknél valamilyen szinten integrálva lett az Island. Innentől a fejlesztőkön múlik, hogy ki hogyan használja ki. Vannak egyébként egész ötletes megoldások is, mint a Hit the Island, illetve az Apollo for Reddit, ami egy kis állatot rak a sziget fölé. Fun fact, hogyha képernyőképet csinálsz, akkor nem fog látszani rajta, viszont hogyha bármilyen háttértevékenységet is mutat, és úgy készül a képernyőkép, akkor viszont rajta lesz a fotón. Az iPhone 14 Pro kijelzője alapjaiban véve nem változott, de azért fejlődött. A 6,1 hüvelykes OLED kijelző most már 120-tól 1 Hz-ig is le tud menni, az iPhone 13 Pro-é ugye minimum 10 Hz-et tudott, illetve a csúcsfényerő 1200-ról 2000 nitre nőtt, szóval tényleg brutálisan fényes lett az új panel, de ami itt igazán érdekes, az az Always On kijelző. 10 éve már, hogy ez a funkció létezik az OLED kijelzős telefonokban, szóval nem siették el. Tese szabni sajnos csak annyira lehet, mint magát a zárolt képernyőt, hisz az Always On kijelző gyakorlatilag ugyanaz, mint a zárolt képernyő, csak ilyenkor a kijelző 1 Hz-en frissül és sötétebb, az óra előtérbe kerül, és ugyanúgy látod az értesítéseid előnézetét. Nekem még kicsit szokatlan ez a funkció, mindig azt hiszem, hogy bekapcsolva maradt a telefon. Hogyha téged esetleg zavar, akkor ki lehet kapcsolni. Ami a kijelző kapcsán engem zavart, hogy mivel a Dynamic Island mélyebbre nyúlik, mint a notch, ha 18:9-es képarányú YouTube videót nézek, akkor a videó jobban rányúlik, ami elég gázul néz ki, de persze ki tudod tenni teljes képernyőre, illetve 16:9-es videóknál ez nem probléma. Ami a processzort illeti, A15-ről A16 Bionicra lépett az Apple, viszont csak a Pro modelleknél. Ez már egy 4 nanométeren gyártott, 6 magos CPU-val és 5 magos grafikus gyorsítóval felszerelt lapkakészlet, 6 GB RAM-mal támogatva. Az alaptárhely továbbra is 128 GB, de ha elég vastag a buksa, akkor akár 1 TB-ig is elmehetsz. Nem mintha az A15 gyenge lett volna, de az A16 Bionica tesztek alapján átlagosan 17%-kal erősebb processzorban és 6-7%-kal több pontot hozott a grafikus teszteken. Terheléses teszt során az iPhone 14 Pro picit stabilabb is volt, jobban tudta tartani a csúcs teljesítményét, viszont picit melegebb is volt a készülékház, bár nem jelentősen. Az iPhone 13 Pro teljesítménye is kiváló volt, az iPhone 14 Pro pedig még jobb lett. A készülék előlapján egy 12 megapixeles, most már f1.9 rekesztértékű autofókuszos kamera található, ami 4K 60fps videórögzítést is támogat, a hátlapon pedig az utóbbi évek legnagyobb kamerafejlesztését vállalta be az Apple, ami persze Android fronton nem újdonság, 12-ről 48 megapixelre váltott a főkamera, ami emellett méretileg is nagyobb lett, a 12 megapixeles háromszoros telefotó az maradt, a 12 megapixeles széleslátó viszont szintén nagyobb szenzort és szűkebb rekeszt kapott, ami a makrózásnak is kedvez. A pixel binning, vagyis a pixel összevonásos technológia már szintén régóta van az androidos mobiloknál, az Elf gyakorlatilag itt is ugyanaz. Ha csak nem Pro-ra képet csinálsz, ahonnan kinyerhető a 48 megapixeles fotó, akkor normál esetben 12 megapixeles képet készít a telefon, de úgy, hogy 4 pixel információja van egybesűrítve, ami által a vonalélesség, a zajkezelés és a dinamika is jobb. Ebből a megoldásból az is következik, hogy a kétszeres szenzor zoom jobb minőségű képet fog eredményezni, mint hogyha natív 12 megapixeles lenne a szenzor. Ezen felül ott a Deep Fusion új verziója, a Photonic Engine, ami lényegében egy olyan gépi tanulásos algoritmus, ami a képek élességén, dinamikáján és a színein javít. Hogyha rákezelítünk egy-egy fotóra, akkor az iPhone 14 Pro-val készültnél láthatóan jobb a zajkezelés, de a színvilág az igazából megegyezik. Ami talán a legszembetűnőbb változás a főkamera fotóit nézve egy iPhone 13 Pro-hoz képest, hogy a nagyobb szenzor miatt mélyebb a természetes bokeh. A jobb zajkezelés és alapvetően a jobb képminőség a széleslátó kameránál is látszik, makrónál is észrevehető a különbség. Lőttem pár kétszeres közelítésű képet is a két mobillal, és a 14 Pro-nál valóban láthatóan jobb lett a szenzoros zoom, de ha a jelenet engedi, akkor érdemes a háromszoros közelítést választani, ilyenkor már a telefotókamera lép akcióba. És ha már akció, noha az iPhone nem képes 8K-ban videózni, ami szerintem fölösleges egy mobilnál, de a 4K videó minőség az kiváló. Most már 4K 30fps-sel is lehet használni a filmszerű módot,
De ami videózásban új funkció, az az akciómód. 2,8K felbontásban akár 60 fps-ről is készíthetünk elképesztően stabil felvételeket. Kipróbáltam egymás mellett az iPhone 13 Pro-val, ahol ugye csak sima szenzor alapú stabilizálás van, és hát ég és föld a különbség. Látszik a rezgéseken, hogy azért volt mit stabilizálnia, de futás közben is elképesztően stabil lesz a felvétel. Az iPhone 14 Pro picit nagyobb 3200 mAh-s akut kapott, amihez, hogyha hozzátesszük az akár 1 Hz-en frissülő kijelzőt és a picit hatékonyabb processzort, az üzemidő hasonlóan jó, mint a tavalyi Pro-nál, bár az iOS 16 miatt inkább picivel alatta van. Az Always On kijelző többet használ, mint amire eredetileg számítottam, nagyjából 10%-ot vesz el két töltés között. Noha elég intelligens, szóval, hogyha mondjuk az Apple Watch alapján úgy ítéli meg, hogy messze vagy a telefontól is nem látod a kijelzőt, vagy hogyha éjszaka van, akkor egy idő után lekapcsol, de én inkább kikapcsoltam az Always On kijelzőt, úgy is jelez az óra, hogyha van valami, de körülbelül 8 óra alatt, úgyhogy nem tudom, hogy mikor kapcsolta ki magát, este 8%-ot merült. Az egynapos komolyabb igénybevételű használat az most is megvan, hogyha pedig kevesebbet nyomkodod a készüléket, akkor a másfél nap is kihozható belőle. A töltési sebesség az picit változott csak, bár az Apple nem kommunikálja, de egyes források tesztjei alapján a Pro Max 27 watt-tal is képes tölteni, viszont a sima Pro-ra vonatkozóan nincsen most még egyértelmű adat. Én egyébként a gyári 30 wattos iPad töltővel töltöttem a telefont, fél óra alatt belement vele az 50%. 30 wattnál nagyobb PD töltésű adaptert nem érdemes használni hozzá, ilyen 27 és 30 watt között tudod kihasználni a mobil töltési képességeit. Természetesen a 15 wattos MagSafe és a 7,5 wattos Qi vezeték nélküli töltés az továbbra is adott. Összegezzünk! Megírje iPhone 14 Pro-t venni? Nos, tekintve, hogy az iPhone 13 Pro-hoz képest 144 ezer forinttal nőtt a magyar ára a készüléknek, a legtöbbeknek szerintem nem. Az USA-ban tegyük hozzá változatlanul 1000 dollár az iPhone 14 Pro, viszont általánosan Európában és hát főleg Magyarországon brutálisan drága lett a készülék, köszönhetően a gazdasági helyzetnek és a gyenge forintnak. Nyilván az androidos mobilok is ennek megfelelően drágultak. Hogyha egy pillanatra nem nézem, hogy mennyibe kerül a telefon, szerintem jól sikerült a készülék, az előlapi kapszulát ötletesen meg tudták oldani, a kamerák jobbak lettek fotóban és videóban, kaptunk egy menő videóstabilizálás módot, Always On kijelzőt, és persze ott a műholdas kapcsolódásra való opció, ami egyelőre Észak-Amerikában és Kanadában működik, illetve az autóbaleset érzékelés is, amire bár ne lenne szükség, de hogyha megtörténik a baj, akkor mindenképpen hasznos, ha ilyenkor vészjelzést küld a telefon. Ezeket eddig ugye nem említettem, de tudja. Aki szeretné és megengedheti magának, az úgyis meg fogja venni, vagy már megvette, de a megéri kérdésre választ adva, ahogyan előttem már páran mondták, akkor éri meg ezt a telefont választani, hogyha valamilyen módon, akár közvetetten pénzt keresel vele, hogyha anyagi hasznod származik abból, hogy ezt a készüléket használod, és ki tudod használni például az új kamerarendszert. Viszont hogyha nem, akkor a legtöbben szerintem az iPhone 13 szériában is megtalálják a számításukat. Ti mit gondoltok nektek, hogy tetszik az új iPhone? Olyan lett, amire számítottatok? Írjátok meg! Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!